Szabad-e hagyni, hogy a kutya és a kisgyerek együtt játszanak? Nem bánthatja a gyereket a kutya, vagy nem fertőzheti el meg valamivel? A kisgyerek és a kutya viszonya az egy két alapvetésen múlik. Hogyan vezetjük be, hogyan tanítjuk a kiskutyát, és hogyan hozzuk a tudomására, amikor egy kisgyerek kerül a családba, születés útján, vagy bármilyen más módon, hogyan hozzuk a kutyának a tudomására, hogy mostantól kezdve nem ő van a gúlának a csúcsán, ez egy fontos kérdés. Tehát olyan formában kell ezt elmagyarázni, úgymond a kutyának, amit ő is ért. Tehát amikor megszületik a kisgyerek, akkor amikor bemutatjuk neki a szagát, ugye érzi, megváltozik a viselkedése az egész családnak, akkor ebben a szakaszban érzékenyé válik, mert féltékenyé válik a kutya. Ez egy veszélyes helyzet is lehet, mert hiszen a kutya úgy érzi, hogy egyfajta trónfosztás történt, és hát ezt megpróbálja ezt lerendezni, ezt a kérdést. Sok esetben a csecsemőt ért kutyaharapások erre vezethetők vissza. Azonban, hogyha okosan, jól, és mondjuk a szakmának a szabályai szerint járunk el, akkor a kutya meg fogja érteni, hogy ez egy védett személy, egy különösen védett személy a családban, de a gula csúcsán változatlanul ő áll. Ezt pedig úgy kell bevezetni, persze erről egy hosszú előadást lehet tartani, csak röviden mondom, hogy ilyen esetben, amikor a találkozás létrejön, pláne az első találkozások létrejönnek, olyan esetben kifejezetten erősen ajnározni kell a kutyát, jelentősen nagy hangsúlyt kell arra fektetni, hogy hangban és fizikai érintésben is, tehát simogatásban, lapogatásban, dögönyözésben kifejezetten erős legyen ez a találkozás, hogy a kutya úgy érezze, hogy hát annak ellenére, hogy itt egy új szituáció van, lám-lám, a gazda velem foglalkozik. És ilyen formában ez helyre kerül az ő kis agyában. Az viszont, amikor megszagolja, és esetleg morog, vagy felhúzza az inyét, vagy bármilyen módon borzolja a szőrét, fölemeli a farkát, tehát látszik, hogy ideges, látszik, hogy feszült, olyankor nagyon erősen, szintén hangjelzéssel tudtára kell adni, hogy ez egy abszolút védett személy, tehát a gazda nagyon védi ezt az új kis csecsemőt, védi ezt a szemét, ezt a kutya érti. Ezt a kutya érti, és ilyen formában tabuként fogja kezelni. Ez egy jó tanulási folyamatnak az eredménye lehet. Kívánatos minden esetben, hogy ez így történjen, mert akkor semmiféle probléma innentől kezdve ebből nem lehet. Számos olyan megbetegedés van, amely kutyáról emberre terjed. Ezeket zoonózisoknak hívjuk. A zoonózisok közül a legfontosabb természetesen a veszettség. Ezzel én most nem foglalkoznék, mert hiszen ez csak speciális körülmények között, és természetesen jól védekezünk ellene, csak szalivális veszettség van már nagyon régen az országban, tehát ezzel én most nem foglalkoznék. Amivel érdemes itt foglalkozni, az két dolog. Először is a bélfertőzéseknek egy nagy részét a paraziták teszik ki, tehát bélférgesség. Ezeknek a bélférgességeknek a egyik része, nem minden, de egyik része valódi zoonózisként működik. Az azt jelenti, hogy a féreg, peték, hogyha mondjuk a gyereknek a szájába kerülnek, ami nyilván nem direkt módon történik, hanem indirekt módon, tehát a kutyát megsimogatva, esetleg a végbéltájékat is megsimogatva, rákerül valami szennyeződés, és utána elkezdi rágni a gyerek a körmét, ilyen formában azért elképzelhető, hogy bekerülhetnek ilyen fertőzések. Tehát erre mindenképpen oda kell figyelni, rendszeres féregtenítést, rendszeres bélsárvizsgálatot érdemes végeztetni a kutyánál. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy amikor a kutyának valamilyen sebzése, vagy bőrgyulladása, vagy valamilyen formában genyes váladék van a testfelszínén, elérhető a gyerek számára akár elérhető módon, megsimogatva, vagy belenyúlva ebbe a tájékba szennyeződhet a keze,
akkor tanítsuk majd a gyereket, hogy mindenképpen a higiénés rendszabályoknak megfelelően mosson kezet. Ne törölje be a szemébe, esetleg a saját sebébe, ne masszírozza be az ilyen váladékot, mert hiszen ezzel a fertőzést akár tovább tudjuk vinni. Remélem, hogy így most kerek volt a válasz.